munkacsoportok működése, nos, ahogy már említettem, június óta van a téma ugye a minisztériumnál, korábban az NGM kezelte a stratégiai partnerségi megállapodásokat, illetve a munkacsoportok összehívásáért ők voltak a felelősök. Mi a magunk részéről külön főosztály, bocsánat, tehát itt az esetben nincs stratégiai partnerségi főosztály, az én főosztályon foglalkozik többek között ezzel a témakörrel, de fokozott figyelmet fordítunk rá, olyannyira, hogy most már azt mondhatom, hogy heti egy munkacsoporti ülést tartunk, ami előkészületben azt mondom, hogy egy olyan jó 3 hetet jelent. Hogyan szoktak zajlani ezek a munkacsoporti ülések? Partner elküldi a témajavaslatait, azokat mi áttekintjük, pontosítjuk, de nem mindig egyértelmű számunkra az, hogy tulajdonképpen mire irányul. Megkeressük azt a kormányzati szereplőt, aki az adott témáért felel, ahogy említettem, az elsősorban nyilván foglalkoztatáspolitika, adóügyek, államháztartás, fogyasztóvédelem, mit mondhatnék még? Tényleg azt mondhatom, a biomasszától kezdve a termékdíjon át már mindenben elmélyedtünk, ahol már is beszélek, hogy itt kitekintsek az egyik